25 évvel ezelőtt alakult meg a Baranya Barátainak Köre Egyesület. Mára már hagyományá vált, hogy minden év október utolsó csütörtökén tagtársaik vagy felkért előadóik beszélnek a meghívott vendégek előtt szakmájuk, hivatásuk aktualitásairól. Ez alkalommal Kásler Miklós érkezett Pécsre, most mint onkológus. Én úgy gondolom, hogy ahol az emberek összejönnek, különösen ha értelmes emberek jönnek össze, a gondolatok cseréje révén mindig létrejöhet egy új megközelítés, egy új minőség. Tehát én híve vagyok ezeknek a civil mozgolódásoknak, összejöveteleknek. A felkérés arra vonatkozott, hogy foglaljam össze, hogy magyar onkológiában milyen tevékenységet folytattam, beszéljek az eredményekről, beszéljek a sebészetről, komplex terápiáról, Nemzeti Rákkontroll Program, Európai Onkológiai Akadémia. Azt tudom mondani, hogy a daganatos megbetegedések Magyarországon is, de az egész világon folyamatosan emelkednek. Emelkedő előfordulás mellett a rákhalálozás Magyarországon stagnál, vagy kismértékben csökkent. Ez mindenféleképpen a magyar onkológia jelentős sikere. A baráti kör jelenlegi tiszteletbeli elnöke Felföldi László is részt vett az eseményen. A pécsi megyés püspök elismerően nyilatkozott a szervezetről, annak munkájáról. Azért is tartom nagyon jónak és fontosnak, mert amiben én is élek, az egyházban, a közösség a közösségért, és a közösségben mindig ott van az egyén, és ez a baráti kör is valójában ezt szorgalmazza, hogy meglássák azokat a kihívásokat, azokat a pontokat, amire esetleg rá kell irányítani a társadalomnak, a helyi vezetőségnek a figyelmét, mert ott a közösségért, az egyénért, a családokért tudunk tenni. Minden, ami ezt szolgálja, abban én boldogan részt veszek, mert hát így való egységben vagyunk, és én is ugyanazért a pécsi Baranya közösségért vagyok felelős, mint amiért ők felelősséget vállaltak önkéntes formában és hordoznak. Én bízom benne, hogy ha csak apró dolgok és parányi lépések születnek, akkor is gazdagsága, értelme és üzenete van egy-egy ilyen összefogásnak. A mára 30 fős társaság tagjai azok a megyéből elszármazottak, akik hírnevet szereztek nem csak Pécs városának, hanem Baranya megyének is munkásságukkal. Az egyesület alapításakor pont az volt a cél, hogy akik a városból, a megyéből eltávoztak és sikeres életutat futottak be, de már nem feltétlenül a napi gyötrő munka a feladatuk, hanem éppen az, karitatívak lehessenek, szakmai embereket tudjanak támogatni, stb. És van miről beszámolniuk, és van mit egybetartani, és valakinek bemutatni, hogy milyen a sikeres életút. Ezek voltak, akik összelettek hívva. Hát csak elég mondjuk egy nevet hagy említsek ki, aki most már ilyen szempontból sem, mert például Szabó Zoltán doktor, a szívsebész. De most az ember azt mondja, hogy szívsebész. Na és hát az mi van, mint a égen a csillag. Na de ebből egy volt Szabó Zoltán, aki az elsőt csinálta, és akit meghívtunk, és pánikba esett mindenki, hogy mit fog a Szabó Zoltán mesélni, és mert befejezte az egy órás eladását, én otthon megkérdeztem, hogy mit hallottál a Szabó professzortól. Hát gyerekek, otthon a space-ba simán tudunk egy szívátültetést csinálni. Az emberi nagyság itt kezdődik, mikor a tudományt úgy elő tudja adni, hogy mindenki a tiszteletet megadja az illetőnek, de azt is elfogadja, hogy ember csinálta, és hogy meg tud engem győzni arról, hogy ez egy fontos és nagyszerű dolog volt. Zoli az például ilyen volt. És hát nem egy van ilyen, több van ilyen a tagjaink között. Egy Kádár Bélától, most meghal szegény Gálszöcsi Andrásig, hát azért volt kitől mit tanulni. A kör tagjai immár 25 éve rendszeresen találkoznak, évente kétszer. Ekkor Pécs és Baranya megye felzárkózásának esélyeiről cserélnek gondolatot. A mostani eseménynek a Dom kőtár adott otthont.